Rendhagyó irodalomóra Radnóti Miklóssal, Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész a költő levelezését és a saját könyveibe írt dedikációit vizsgálva mutatta be kutatási eredményeit Sepsiszentgyörgyön. Milyen információk nyerhetők Radnóti Miklós irodalmi hagyatékának szélesebb körű vizsgálatából? Miről tudósít egy levél vagy egy személyes hangvételű dedikáció? Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész erdélyi előadássorozatának végén a sepsiszentgyörgyi Szimpla Kávéházban mutatta be kutatási eredményeit egy fiataloknak szánt interaktív előadás keretében. Itt is volt Szentgyörgyön arra példa, hogy a közönség két fele nem értette egyet, és akkor ők megbeszélik egymással. És öröm volt harmadikként csak figyelni arra, hogy ők mit beszélgetnek arról a Radnóti dokumentumról. Mindenhol nagy sikere szokott lenni, amikor maguk a diákok jönnek rá, hogy egy-egy személyes Radnóti bejegyzés mit jelent. Bíró Balogh Tamás több mint 600 Radnóti dedikációt tett közzé a Könyvvel üzenek néked című kötetében. Ezeknek a rövid szövegeknek köszönhetően kirajzolódik a költő kapcsolati hálója, és egyes bejegyzések értékes adatokkal gazdagítják az életrajzot, valamint a Radnótiról alkotott képet. Vizsgálják a dedikációkat, de kevésbé jönnek közönség elő ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei ilyen formában. Ezek is tulajdonképpen ilyen mini alkotások, hogy úgy vesszük, mert egy vérbeli költőtől, íróembertől származnak. Lehet, hogy még kedvet is csinál újraolvasni vagy elolvasni Radnóti verseit. Felbukkanó ismeretlen versekkel, irodalmi gyöngyszemekkel, személyes titkokat felvillantó anekdotákkal ismerkedve, a hallgatóság észrevétlenül került közelebb a hétköznapi emberként gyarlóságaival és furcsa szokásaival együtt is szerethető Radnóti Miklóshoz.